Sipos Marianna rádiós újságíró mesél a szakma rejtelmeiről sajátos nevelési igényű diákoknak Nyíregyházán. A tábor ötletgazdája a Vizityúk Vizitúra Egyesület az autistákért volt, amely idén már tartott hasonló foglalkozásokat a nyíregyházi Ridens gimnazistáinak, és a jövőben is tervezik az intézménnyel való szoros együttműködést. Azt vettük észre, hogy a sajátos nevelési igényű fiatalok karriertörekvéseit nagyon kevesen veszik komolyan, és még kevesebben fektetnek abba energiát. Most akár iskolai keretezésről beszélünk, akár munkaerőpiacról a későbbiekben, hogy valós perspektívákat tárgyanak a fiatalok elé. Meglehetősen kevés azoknak a szakmáknak a száma, amit egy sajátos nevelési igényű fiatal ki tud tanulni, ha csak nem nagyon magasan funkcionáló gyermekről beszélünk. Simon Gabriella hozzátette, a cél az, hogy önismereti alapokat adjanak a gyerekeknek, és segítsenek nekik felfedezni azt, hogy miben lehetnek a legjobbak. Fekete Marianna, a Ridens igazgatója szerint az itteni diákok számára különösen fontos, hogy a tanórától függetlenül is betekinthessenek a különböző alternatív karrier lehetőségek világába. Ők kerékpárszerelők, családellátók, számítógépes adatrögzítő szakmán tanulnak, és ez a nyári összefüggő gyakorlat, ami most részt vesznek, ennek része ez a pályaorientációs foglalkozás. A gimnáziumi tanulóknak ez nagyon hasznos, hiszen ők még ezután fogják eldönteni azt, hogy merre tovább, milyen szakirányban, illetve a szakmát tanuló diákjaink és 9 előkészítő után többfajta szakmát választanak, illetve több szakmát próbálhatnak meg, és érvényesülhetnek a további életükben. A második nap meghívott vendége Sipos Marianna mellett Magyarország ifjúsági ENSZ nagykövete volt, aki a fiatal korosztály számára igyekszik eljuttatni a szervezetet foglalkoztató aktuális témákat, kérdéseket, miközben egyfajta párbeszédet képvisel a szervezet és a civil lakosság között. Minden évben az ifjúsági küldöttek választhatják ki, hogy mik azok a témák, amikkel foglalkoznak, ezért már az előző években is nagyon színes programokat vittek a korábbi ifjúsági küldöttek. Nálunk ez a nemek közötti egyenjogúság, illetve a minőségi oktatás, azon belül pedig a kulturális nevelésre próbáljuk a fiatalokat ráhangolni, és ez így van, ahogy az előbb elhangzott, hogy egyfajta társadalmi érzékenyítő szerepe is van, az, hogy a fiatalokat aktivizáljuk, egy nagyon-nagyon fontos pillér a mi munkánkban az, hogy összekössük a döntéshozókat és a fiatalokat, tehát ez az a hit teremtő szerep, ami nagyon-nagyon hangsúlyos nálunk, és oda-vissza működik a párbeszéd, szóval nem csak a fiatalok mondják el a véleményüket rajtunk keresztül a döntéshozóknak, hanem talán ezt a döntéshozói szférát és azt a dolgot, ami kicsit megfoghatatlan, azt közelebb hozzuk a fiataloknak, akár az ENSZ-es értékeket, akár hogyha a közigazgatásra vagy a közéletre gondolok Magyarországon. A pályaválasztási táborban a diákok filmrendezővel és színművésszel is beszélgethettek, akiktől megtudhatták, hogyan alakíthatják ki saját művész identitásukat, vagy miként tudják kihozni magukból és a megfelelő módon érvényesíteni a kreatív energiákat.